Az idén az alapképzések közül a legnépszerűbb a gazdálkodási és menedzsment szak volt. Erre országosan 8861-en jelentkeztek. Sokakat vonzott a mérnök informatikus, valamint a kereskedelem és marketing szak, és bekerült a top 10-be például az óvodapedagógia és a pszichológia is. Az ELTE német-latin tanári szakán a maximális 500 pontra volt szükségük a felvételizőknek, a Károli jogász képzéséhez 474, a Pázmány kommunikáció szakához levelezőn 480 pont kellett. A Pannon Egyetem nagykanizsai kampuszán az államilag finanszírozott nappali képzésű turizmus-vendéglátás alapszakra 402 ponttal, a mérnök informatikusra 286 ponttal, a levelezős gépész mérnökire pedig 290 ponttal nyerhettek felvételt a továbbtanulni vágyók.